Számos városi rendezvény nívós programja, kalocsai ifjúsági fúvózenekar műsora, és emellett több saját szervezésű koncertet ad minden évben városunkban a neves együttes. Tagjai leginkább a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, de vannak köztük visszatérő, idősebb zenészek is. Az év folyamán van lemorzsolódás, így mindig adott egy-egy szabad hely az újabb zenészek számára. Hirdettünk egy toborzót, amire volt jelentkező. Én bízom benne, hogy továbbra is lesz, hiszen nyitottak vagyunk, bárkit szívesen látunk a zenekarba, hiszen a zenekar nagyon szépen működik. Ugye a tagok cserélődnek, mert azért a fiatalok, akik egyetemre mennek, ők lassan elkopnak, és szeretném, hogyha a városban azok a zenészek, akik amatőr módon muzsikálnak, hogy minél többen kapcsolódjanak a zenekarhoz. Az együttesben szinte minden fúvós hangszerre szükség lenne. Ami nagyon fontos lenne, a tuba, a trombita, de szívesen várunk tenor vagy bariton, szaxofont, vadászkürtöt, klarinétot, tulajdonképpen majdnem az összes hangszert felsorolhatnám, hiszen most már ezt kb. 9. éve, vagy majdnem 10. éve csinálom, és fölnőtt egy generáció, tehát azok a gyerekek vagy fiatalok, akik most már ilyen kirepülőben vannak, ők már itt vannak akár 8 éve is, és annyi utánpótlás nem keletkezik még egyelőre, hogy ez ilyen fixen lehessen tartani, és ezért is folyamodunk ilyen lehetőséghez, hogy nyitva állnak a kapuink amatőr zenészek előtt. A zenekar úgy, mint a korábbi években, továbbra is számít a támogatóadók 1%-ára. Az egyesület nagyon szépen működik, ennek kapcsán most már megvolt az adó 1%-unk is, amit nagyon köszönünk a támogatóknak, hiszen ezzel segítik a mi munkánkat, és előbbre viszik mind az eszköztárunkat, kottatárunkat és a működésünket. Aki kedvet kapott a közös, tartós munkához, az a zeneiskolában a zenekar karnagyánál jelezheti szándékát.